A következő srác kicsit lutri. A napokban jelentkezett. Nem szeretem a zsákba macskát, de túl jónak tűnik, úgyhogy mindenképp megér egy próbát. Aha. Látta valaki Felipét? Hé, Felipe! Eddig meggyőző. Ja, nem rossz. Végre beletrafáltál. Laza. Felipe Silva, bemutatom Barney Rost. Galgo. Már megint kamu önéletrajzot küldtél? Mr. Ross. Megcsinálom, amit kér, bármi is a feladat. Fittebb, gyorsabb és erősebb vagyok, mint ahogy kinézek. Nem ismerek másért fürget. 84-ben születtél? Természetesen nem. De mintha 84-ben születtem volna. Ne fárazd magad. Barney, menjünk. Mr. Ross, kérem. Mintha rátaláltam volna az ifjúság forrására. Nem. Az ifjúság forrására. A Ponce de León már felfedezte. Apropó, ő is egy... derék spanyol, akárcsak mint én, de tudja, Mr. Ross, a kor csupán tudatállapot. Csak akkor lesz valaki öreg, ha nem küzd, ha feladja, és én nem adtam fel, még nem. Galgo, állj le! Ebben a hónapban harmadszor próbálkozol. Komolyan, add fel! Mit tudunk róla? Az igazat megvallva, kicsit sajnálom, kidobta a csapata. Annak idején nem lehetett megállítani. Nagyon gyors volt. Talán nálad is gyors. Ugyan már. Hidd el. De mit is mondhatnék? Ez a fiatalok terepe. Kell valami munka! Csak egy dologhoz értek, a gyilkoláshoz, és abban nagyon jó vagyok! Bassza meg!